Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt itt Sajóvámoson, az Országos Templom felújítási program alkalmából megrendezett sajtótájékoztató eseményen. Sajóvámoson tartották meg azt a sajtótájékoztatót múlt hét pénteken, ahol a térség országgyűlési képviselői és az egyházért felelős államtitkár beszámoltak arról, hogy Borsod-Dabaújzemplén megyében is számos templom újul meg a magyar állam támogatásával. A korábban megkezdett egyházi épített örökségének megújulása fontos a kormány számára, hiszen ez a hitélet központja. Az eseményen Soltész Miklós államtitkár mellett a megye 6 képviselője személyesen mondott köszönetet a lehetőségért, és beszámoltak arról, mely települések templomait újítják fel körzetükben. Dr. Kont Zsófia, a 6-os számú választókörzet országgyűlési képviselője elmondta, hogy 320 millió forint értékben 22 templomot újítanak fel a forrásból körzetében, majd örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Magyarország kormánya nem csak a nagyvárosokra és településekre gondol, hiszen pár száz lelkes kisfalvak templomai is részesülnek a támogatásból. Ez a templom felújítási program, ez tényleg hatalmas volumenű, és az én választókerületemen belül is 22 templom fog felújulni, és ezért 320 millió forint értékben, ez nagyon-nagyon fontos. Egyrészt úgy gondolom, hogy nyilván ez közösséget teremt, megőriz, keresztény értékeket őrzi meg, tehát a közösség és a keresztény értékek talán lehet egy csoport, ami miatt ez nagyon-nagyon fontos, de egyébként a munkahelyteremtés miatt is, hiszen ez azt jelenti, hogy ennyi ember dolgozni fog azon, hogy a templomaink megújuljanak, és emellett pedig a turizmus miatt is fontos, hiszen hogyha valaki ellátogat egy településre, akkor az az első dolga, vagy legalábbis a második, de ha az nem a harmadik, hogy megnézi, hogy milyen templomok vannak azon a településen, és az nagyon fontos, hogy a templomaink pedig legyenek rendben. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a program ez egy nagyon fontos üzenetet hordoz magában, ez pedig a jövő. 2,8 milliárd forintból 197 templom fog megújulni. Ebből 101 katolikus, 92 református, 3 evangélikus és 1 zsidó felekezeti imaház. Összességében 170 településen. Ez a mostani program, melynek eredményeképpen szerte Kárpát-medencében 1800 templom megújítását szolgálja, ez nyilván elsősorban a hitéletet és a szakrális életet segíti. De mellett pedig akár csak itt ezekben a választókörzetekben, itt Borsod-Dabaújzemplénben azoknak az embereknek, munkásoknak, mestereknek ad lehetőséget a munkára, akik itt élnek, nem kell messzire elutazniuk, családjukat részben ebből fönn tudják tartani, hallatlan nagy jelentősége van. És hát van egy harmadik szempont is, itt élünk ebben a gyönyörű szép természeti környezetben, teremtett világnak a csodáját, főleg ilyenkor tavasszal még inkább megtekinthetjük, és nem mindegy, hogy milyen az épített környezet. De elmúlt 10 évben nagyon sok minden változott vidéki Magyarországon, végre nem csak Budapest számított, hanem vidéki nagyvárosok, közepes városok és kisfalvak is. És most láthatjuk sorra, itt ebben a térségben is, legyen a Szerencstől kezdve Tokajig, legyen pedig Felsátorajhelyig, hogy mi változott, és mi a kisebb városokban is, és a kisebb falvakban ezt szolgálja, vagy ezt is szolgálja a Magyar Templom felújítási program, hiszen valaki átmegy egy településen, látja a megszépült templomot, az mindenkinek jól esik, még annak is, aki adott esetben nem gyakorló hívő. Most a jövőről egyelőre még azért nem érdemes beszélni, mert magyar kormányra mindig lehetett számítani, akkor is, amikor mondjuk pont ebben a térségben hatalmas nagy árvíz dúlt 2010 májusában, júniusában, akkor is, amikor most itt vagyunk ebben a pandémiás időszakban, és életeket, egészséget kell menteni, lehet ránk számítani.